Forint 9,4 milliárd forintból 1587 új rendőrautó kerül beszerzésre. Ezekből már tavaly december 23-án átadtak 385 darabot, további 1202 idén fog szolgálatba állni. Legnagyobb példányszámban Mercedes B-osztályok, Skoda Octaviák és Audi A3 limuzinok érkeztek. Ugye a B-osztály az kecskeméti gyártású, az A3 limuzin Győrött készült, míg az Octavia az egy cseh autó, bevált rendőrautó. Az új rendőrautókat egységesen ledes fényhíd és csíkos matricázás különbözteti meg. A mostani flotta frissítéssel a rendőrségnél is beköszöntött a turbokorszak, ugyanis a világ évautója díjas Audi A3 limuzin és a hazai piac legnépszerűbb modelljének számító Skoda Octavia egységesen 1,4 literes, 125, illetve 140 lóerős turbós benzinest kapott, míg a B-osztály 184 lóerős, szintén turbós 2 literes benzinest. Sokak régiványát teljesíthetjük, beleülhetünk és belülről is megmutathatjuk őket. Régi vágyam, hogy beülhessek egy rendőrautóba, méghozzá büntetlenül. Il n'y a point de fraude. Chaque objet se meut par sa propre volonté. Et ainsi se produit la plus prodigieuse des choses. B-osztályba automata váltó került, a többiek manuális váltósak. A beltéri kialakítás egyébként nagyjából egységes, mindegyik ajtóra került gumibot tartó. Az első ülések előtt egy-egy ledes elemlámpa utazik, amelyek automatikusan kapnak töltést, hogyha a helyükre teszik. Az ülésekre egységesen védőborítás kerül, hogyha a járőrök fegyverrel szállnak be, akkor se sértsék fel a gyári kárpitozást. Ha kinyitjuk a csomagtérajtót, mindegyik autóban láthatunk egy kép villogót, ami nagyon hasznos a helyszínbiztosításokhoz. Az ötajtósokban, tehát a B-osztályban és az Octaviában van egy masszív térrelválasztórács, van masszív gumiszőnyeg, alul pedig egy rekesz a lövedékálló mellényeknek, illetve itt különféle kupok is utaznak, ezeket az elemlámpákra lehet tenni, és azokkal különféle fényjelzések adhatók. Gyakorlatilag vadonatújak még ezek az autók, így használati tapasztalatok egyelőre nem igen állnak rendelkezésre, azokra később fogunk tudni visszatérni.